Noha 2001. szeptember 11-e óta Washington feletti légtér szigorúan korlátozott, a fővárosiak legnagyobb meglepetésére két F-35-ös harci gép repült el felettük, mint kiderült a lengyel államfő tiszteletére. Andrzej Duda és Donald Trump ezután közös védelmi nyilatkozatot írt alá. Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy Németországból Lengyelországba csoportosított katonákat, ami Varsó szerint eltántoríthatja Moszkvát egy lehetséges Lengyelország elleni támadástól. Amint azt a közös nyilatkozatban is kifejtettük, az Egyesült Államok és Lengyelország szorosabbra fonja biztonsági együttműködését. Lengyelország lehetővé teszi 1000 amerikai katona állomásosztatását. A lengyel kormány vállalja a projekt finanszírozását, vagyis az Egyesült Államoknak nem lesznek ezzel kapcsolatos kiadásai. Lengyelország egyébként 30 amerikai F-35-öst rendelt meg. Területén jelenleg már 5000 amerikai katona állomásozik a NATO műveletek részeként.